Kedves barátaim, egy új mesztel, egy új um, Talmudi traktátus áll előttünk. Kérem szépen, egy új Talmudi traktátus, a Tánit traktátus. is közösségi böjtökről lesz szó. Ez legalábbis a fő témája ennek a. Um, ma este megkezdett traktátusnak, és hát miért böjtöltek régen, és böjtölnek ma is? Azért, hogy a szívüket a jó Istenhez fordítsák, olyan időszakokban, amikor igazán szükség van az Isteni segítségre, és miben van igazán szükség az Isteni segítségre, kérem szépen a megélhetés kérdésével, a megélhetésnek az alapja pedig a klíma, ahogy ezt ma Sokan fölismerték a klímaváltozás jegyében. Nos, a klímaváltozás mindig volt, mindig lesz. É, például minden évben van klímaváltozás, és ö, előfordul, hogy nincs eső, és ilyenkor imádkozunk az esőért, de ami mindig nincs eső, akkor tartanak, tartottak közösségi bőtöke. Nos, az eső, aki imádkozik, Nap, mint nap azt tudja, hogy az eső az egy fontos része a mindennapi imádságnak. Az esőt, azt um, megemlítjük az Amidának a legelején, amikor Isten nagyságáról beszélünk, akkor uh, megemlítjük a természet fölötti uralmát, és ebben megemlítjük azt is, hogy szellőt és esőt hoz télen, harmatot és szelet nyáron. Tehát rögtön az Isten nagyságáról szóló felvezető részében az Amidában említésre kerül az eső, és e, említésre kerül az eső ott is, amikor külön a megélhetésért imádkozunk, ha jól emlékszem, a hetedik áldásban, a Barecha Lénu, e, áld meg nekünk ezt a Sona és ezt a mostani évet, ez Kauminészú, Asszalataiva és mindenfajta termését, Szent álom, atali vraha, és adjál nekünk esőt, és harmatot, áldás, gyanánt. Itt is megemlítjük az esőt. Most a helyzet az, hogy a, aki imádkozik, az tudja, hogy télen esőt említünk, nyáron harmatot. Az ima elején említésnek nevezzük, tehát csak említésre kerül az eső. Az ima közepén pedig, a hetes áldásban, ott kifejezetten imádkozunk az esőért. A kérdés az, hogy ez a téli-nyári váltás, ez mikor áll be? mikor kezdjük említeni az esőt, és imádkozni az esőért. Nos, kedves barátaim, Izraelben, és tulajdonképpen Izrael kívül is, az esőnek az említése az Sminiát szeretkor, az ünnep utolsó napján, a utáni napon az utolsó ünnepnapon, az őszi ünnepek között kezdünk, a méghozzá a Musaf imába. Viszont megköszönni az esőt, azt egy kicsit még az, amíg egy kicsit várunk, vagy pontosan kérni az esőt, az, amíg egy kicsit várunk, és az csak két héttel később kezdik el, Zain Hesvan, Hesvan 7-én kezdik el Izraelben. Izraeln kívül pedig érdekes módon megvárjuk a téli a téli évszak kezdetét, ez december 4 -e, és csak december 4-én este kezdjük el említeni a megélhetéséről szóló fohászunkban az esőt. Most erről lesz szó a Misnában, amit én most összefoglaltam, az végül is a végső Halachá. A misnában ez még természetesen nem ennyire egyértelmű, Úgyhogy kössük be a biztonsági öveinket, és lássunk is rögtön hozzá. Azt mondja a Halmud, még ma szájmazskéring és sem, mitől fogva, mikortól fogva kezdjük el említeni a Amidában az eső uralmát, az eső hatalmát. Mert mint Isten uralmának részeként azt, hogy ő, eső, hogy ő esőt ad nekünk. Rabbi Lezer, a mi jöjjön tovább is, és a hág, mi is a imi jöjjön a hág, Lezer szerint szukott első napján, de mi is soha szerint szukott utolsó napján, tehát pontosabban Smiliát szeretkor. Amellőre mi is soha, ahol élvénynek semmi lesz, mint kalla be hág, lamó, mászkér, azt mondta Rabbi Lezernek, te azt mondod, hogy az ünnep, tehát szukott első napján. Tehát mi ebben a logika? Szukott alatt az eső, az egy Mindenki, aki Tartja a sátoros ünnepet, tudja, hogy annál rosszabb dolog, mint amikor a sátoros ünnepen elkezd zúgni. az eső, nincsen, ez egy átok. Akkor miért kérnénk az esőt, miért említenénk egyáltalán az esőt szukat alatt? Ammal erről lezár, Alfanille, Martin Lissér, Haskell, más vagy valami, akkor mindegy, esőben én azt mondom. Azt erre várjál csak, jogos. De én sem azt mondom, hogy kérjünk esőt. Én nem azt mondtam, hogy a hetedik áldásban a baré ahol kérjük a megélhetésünket, az kérjünk esőt, Csak annyit mondtam, hogy mivel beállt az esős évszak, ugye szukottkor dől el az esőnek a, az ideje, ez az az idő, amikor eldől, hogy milyen eső fog érkezni ebben az évben, hogy ezt tanultuk korábban a rososan a traktátusban, ezért megérkezett az eső időszak, és elkezdjük említeni Isten dicsőítésében azt, hogy ő esőt ad nekünk. De nem arról van szó, hogy én kérném az esőt. Tehát ki akarna esőt szukat alatt? Amel leaim kén leailam ilyen maszkén, én se jállam eszek samim, el a szamuklek samim. Azt mondta de hogy is, ha ebben igazad lenne, akkor egész évben említhetnénk az esőt az Isten dicsőítésében, hiszen Isten nagysága nem változik ebben a tekintetben nyár és tél között. Tehát nyugodtan lehet említeni. Miért nem említjük? Azért nem említjük, mert csak ott kell említeni az esőt, amikor kérjük is az esőt. Amikor eső jön, akkor megemlítjük az esőt, mint Isten uralmának, hatalmának a jelét. Rábi juhudai, Imera, Ivelifné, Téva, Bejémtav, Áhnyssel, Hág, Mászkér és Isain, Tov Áhánys Hágha, Áchrói, Mászkír, Risónyi, a Biőimté, Risónyi, Pénz, Huda a következő kiegészítést tette az eső említésével kapcsolatban. Ugye a követve Rabi véleményét, aki szerint az utolsó napján az ünnepnek kell elkezdeni említeni az esőt, és itt is azt mondja Rabi Huda, ugye a reggeli imában, a muszaf imában kezdjük el. Tehát Sminiá szeret napján, ami az a szukott tulajdonképpen utolsó napja, egy cukat utáni utolsó ünnepnap, kezdjük említeni az esőt, de csak a Muszafimában, A sáhri szimában még harmatot, a nyári említést, a nyári nuszakot, a nyári liturgiát mondjuk. Mikor van vége? Pészakkor. Pészak első napján változtatunk, és váltunk át a nyári időszakra, és ezen belül is akkor Pészak eh, eh, első napján, a Sáhrizban még esőt említünk, a Muszávban már harmatot. Ugye mi azt jelenti, hogy a váltás az mindig Muszávban van. és minden szeret muszáfján váltunk esőre, és Pészak első napjának muszáfjában váltunk a harmatra, ami ugye a nyári eh, említés. Oké, okay. ezzel be is fejeztük a misnát Taná, Héhá, Káin, dek tanim mén előtt ugye itt az első vers, az első említésével kezdjük a messegtét, ezt a tamudi traktátust, és felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen honnan folytatja a misna szerzője ezt a témát. Taná, haszam Káin, dek tanim, ma szkíringurizt, samimt chieszem, mi iszim, és ha járnim, be birkasz, és azt mondja, a Misnánk szerzője, az tulajdonképpen a Brachot traktátusban e, áll, és onnan folytatja. Közben volt a Sábez traktátus, az Érvin traktátus, a Skalim traktátus, a Szachim traktátus, a Juma traktátus, a Szuka traktátus, a Béca traktátus, e, a Rosasoda traktátus, és most elérkeztünk a Tainis traktátushoz, és most jut eszébe, folytassuk a Brachot traktátus 33-as lapjától, mert ott a 33-as lapom, még a tanul tanulmányunk kezdet kezdetén, a tanulmányunk 32. Na napján, vagy 33. napján, um, azt mondta ott a Misna, hogy már killing úr és semmit hiászemészi, különböző dolgokat hol említünk az Amidában, és azt mondta ott a uh, Misna, hogy a első hatalmát, az első uralmát azt a második áldásban aki föléleszté a hallottakat végzetű áldásban említjük. És a jelenmi békesz a Sanim. És a Baréka a hetedik áldásban kérjük az esőt. Bávdalban, és a szombati elválasztás ima részét, azt a negyedik áldásban mondjuk, és erre mondja azt, meg tanni még ma szemben ez és, és erre mondja azt, a mi misnánk, hogy no, akkor mikortól kell kezdeni az esőt említeni? Tehát tulajdonképpen ez a. Misna, ez a folytatása annak a misnának, amit a Brachot 33-as lapján tanultunk. Azt mondja, Talmud, vagy Liszni Hassam, Májsna, de Sávkiád Haha. Azt mondja, Talmud, akkor miért nem ott mondja? Hogy nem lett volna helyesebb ott folytatni? Miért várt egészen most, mostanáig? Ele tanna, mire is, és anna szalik. De na, a hágni, de inni la máim, ve ágni, de te nanna, hágni, de én la máim, te nanna, azt hiszem, ez semmi. Azt mondjuk, ezért inkább mondjuk másképp. A mi e, eh, mestere nem a Brachot traktátus, réges rég tanított Brachot traktátus, tanult Brachot traktátus 33-as lapjának a témáját folytatja itt, hanem a pont előttünk jött rossosan a traktátus témáját folytatja. És mit tanultuk a rossosan a traktátusban? Azt, hogy behágni dainin a hogy szukott idején dől el, hogy milyen lesz az eső az idei évben és de 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 ha már azt tanultuk, hogy a szukat idején dől el, hogy milyen lesz az eső az idén, tanamely masszájma skinning és semmi, akkor azt is tanuljuk, azt is tanítja nekünk, hogy mikortól kell, kezdve kell mondani, vagy kérni, vagy említeni az esőt. Tehát a téma az nem a Bráhot traktátushoz kapcsolódik, hanem a Rososan a traktátushoz. Mert nincs némi masszáj, mert szkényelek semmin, majd vörösszk Azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ezt már értjük. De mi ez a furcsa kifejezés, mi? masszáj, mert szkényelek vörösszk Mikortól kezdve említjük az eső uralmát? Nem, <laughs> nem, ne, ne, az esső uralmát? Azt kellett mondani. mikortól kezdve említjük az esőt. Majd vörösszk semmin. Mi az, hogy az eső uralmát? Amarabi éjjel, amit ne is érdemlik vörösszk. Azt mondta, ez a kifejezés, az eső uralma, ez onnan jön, hogy az eső az erővel, uralommal szár alá. És nem már öszeg, de a egy hejkerveni, flőszeni, ahogy írva van a teremtésről, hogy az örökké való, nagy dolgokat hoz, visz véghez, visz, felfoghatatlan és csodálatos dolgokat szám nélkül, megszámlálhatatlanul. És az is írva van, nőszem, materapnél eredsz, és a leák májmáp né chucais, és az is írva, hogy az örökkévaló eh, esőt ad a föld színére, és vizet küld a, eh, a föld színére, májmás ma, amára bisilla, a heiker, heiker, mi az a leila, szív haha, őszeg, de lesz én lény heiker, szív haszam, a leje dátém, és mátani ké sem, bajrik szeisz, harec la jaj, fla jöge, én heikerét volna, szív, melyikén, harimbe, kölyhaj, nezebig, Ugye azt mondja, mivel a, mind az esőnél, mind pedig a teremtésnél ö, használja az én heker felfoghatatlan, ö, ö, megérthetetlen kifejezést, ö, és a teremtés az az örökkévaló erejét ö, fejezi ki, ö, ezért használjuk azt a kifejezést, hogy vröisk samim, hogy az eső ereje, vagy az eső hatalma, az eső uralma. Oké, okay. azt mondja a Talmud, a Manolanda Betfila. Azt mondja a Talmud, rendben van, akkor értjük ezt a kifejezést, de honnan veszük azt, hogy ezt az imában meg kell említeni? Azt mondja a Talmud, de ezt a semmelyik a Honnan veszük eleve azt, hogy kell imádkozni? Tehát hol van a tórában arra kötelesség, hogy imádkozunk. Nincs ilyen felhívás, hogy szólt Mózes a zsidó néphez, azt mondta az örökké, hogy imádkozzatok, ilyen nincs. Viszont a smában azt mondjuk, ha saját is mellett nekem hogy lá, és lesz, lesz, hogy hallgatok a szavaimra, amit ma parancsolok nektek, lá, ez a hogy hogy szolgáltok az örökkévaló isteneteket, és szeressétek teljes szívetekkel, Ula és szolgáljatok őt teljes szívvel. ez a vajdesi Mit jelent a szívbéli szolgálat? Hávé, a Ez nem más, mint az ima. Amikor a smában azt mondjuk, hogy szolgálni kell az örökkével teljes szívvel, ez nem jelenthet más, mint hogy az imával kell szolgálni. szív a itt És ezek után pedig az van írva, hogy ugyanebben a szövegnézben a smában, és hogy majd adom, az esőt a földetekre a maga idejében, és ki, nő, ki fog nőni a termés és a búza, akkor látjuk, hogy össze van kötve az, az ima az esővel. Ami azt jelenti, először azt mondja, szolgáljátok az örökkéval Istenteket teljes szívetekkel, ez mi, ez maga az ima, és utána jönni fog az eső, akkor innen tudjuk, hogy az esőért imádkozni kell, az esőt meg kell említeni az imánkban. Oké. Okay ha már az eső jelentőségéről beszélünk. Milyen fontos dolog az eső, ugye? Az eső nélkül elpusztulunk, túl sok esővel elpusztulunk. Ezt egy ilyen kiszámítva látjuk a mai világban is. Az egyik legnagyobb probléma, hogy hiába vagyunk okosak, szépek, fejlettek, tudósok, tudomány, minden, de azt, hogy mikor van eső, azt nem tudjuk meghatározni. És öm, nem nagyon tudjuk pótolni. Erre tanít bennünket Rabbi Eichanan. Amar Rabbi Gimel Mavtéhez Biyadés, Alakadis három kulcs van az örökkévaló kezében, Sölei Nimszerú amit soha nem ad át egyetlen képviselőjének a kezébe se. Béloé! Samim, ezek pedig nem más, mint az eső kulcsa, Mavtéhással Chaya, a szülés kulcsa, um és a halottak feltámadásának kulcsa. Magyarul azt jelenti, hogy Isten a szolgáinak, a, a, a igaz szolgáinak, a szádikoknak a kezébe adja egy-egy adja egy, ad kulcsot. Magyarul van olyan különleges felhatalmazású képviselője Istennek, aki rendelkezik egy ilyen kulcsa, és megállhat bennünket, hogy legyen Gyermekállásunk, gyermekáldásunk, hogy legyen jó megélhetésünk, azaz legyen jó eső, akár még a halottakat is fel tudja támasztani, de egyszerre mind a hármat e nem adja, ki, nem adja oda a ke kezébe. Nem teljesen világos, mert a ez az a Uh, igen. Rási szerint ez hogy nem adja egyszerre a kezébe. Vagy úgy, nincs olyan csalik, aki mind a három dolog fölött tud rendelkezni. Vagy-vagy. Honnan tudjuk, hogy tényleg ez az örökkévaló kezében van? Ez a három, úgymond nem engedi ki a kezéből sohasem. Mert a terjesek semmi mindig a semmileg, ha az egy szeáltai vesz, és a sajnálata már állsz keménybe az eső kapcsán azt látjuk, hogy az van írva, hogy nyissa ki az örökkévaló az ő nagy kincstárát, hogy az ég adja az esőt a földetekre a maga idejében. Tehát az örökkévaló kell kinyissa a maga kincstárát. A szülés, a teherbeesés kulcsa, hogy írva van, viszkerele kimes vagy ismer le, hogy az örökkévaló megemlékezett ráherről, és ve um, iskeri le, ve le, és meghallgatta őt, mi iftach ezt, rachma, és megnyitotta a méhét, mafterset chesem eiseminain, és a halottak föltámadásának a kulcsa pedig, de szívei rátem ki a nia semmi piszkeszkevés széken, ahogy írva van, és tudjátok meg, ezéki a könyvében, tudjátok meg, hogy én vagy, majd meg fogjátok tudni, hogy én vagyok az való Isten, amikor felnyitom a ti sírhelyeteket, de már Rava Amri, Áfaf Tehsel, Panosza, de Szép és Szexze, Deha, de Izraelben azt mondják, hogy még ez van egy negyedik kulcs is, és ez pedig a megélhetés kulcsa. Ahogy írva van, megnyitod a kezedet, umasz bielhol és jól minden élőt. Mert a Véhanan már time lőjük ha mi az oka annak, hogy a ezt nem vette bele, és ő csak azt mondta, hogy három ilyen kulcs van. Nagyon egyszerű erre a válasz, mert a Véhanan úgy értette, hogy Hajnupar hogy a Xiaomi MagniPanelsz, hogy az eső az nem más, mint a megélhetés. Hány nohá, az ugyanaz? Oké, okay. gyönyörű. Én eddig mindig úgy tudtam, amíg a ma nem ezt tanultam, hogy a három kulcs az a megélhetés, a gyermekállás és az egészség. Itt a harmadik az nem az egészség, hanem a halottak feltámadása, de lehet, hogy ez egy átvitt értelemben az egészséget is jelenthet. Nézzük csak, ne, nem mondja a Rási valami hasonlót. Nem. Oké, megyünk tovább. Rabbi Lezer, mi volt a vita Rabbi Lezer és Rabbi, Rabbi Shua között? Rabbi Shua azt mondta, hogy az ünnep utolsó napján kell kezdeni említeni az elsőt. Rabbi Lezer pedig azt mondta, hogy az ünnep első napján. Mi volt, mi volt a vita? De lezer azt mondta, hogy itt eljött már az eső ideje, és nem kérjük az esőt, hanem csak említjük, és ezért ez rendben van. Ebből soha pedig azt mondta, nem, mindig akkor említjük az esőt, amikor már kérjük is. Nehogy az, hogy említjük, se az az eső, amikor még mi ott ülünk a szükében, és csak bajunk lesz abból, csak az eső. Baj a lejhú, baj mi mi lulav oly, mi lul? Fölmerült a kérdésre, Lezer honnan vette, hogy az eső ideje az eh, szukottkor jön el. Két opció is van. Az egyik, hogy a luláv szokásából. Az egyik opció, hogy a luláv szokásából vette ezt. A másik, hogy a niszuha máin, a vízöntés szokásából, ugye emlékeztek, hogy a vízöntés arról szól, hogy szukottkor az áldozatok mellé nem csak bort, hanem vizet is öntöttek, innen volt a vízöntés ünnepsége, aminek részletesen tanultuk a részleteit, a szüke traktátusban, akit érdekel, az megnézheti a vízöntés kulcsónál, és részletes beszámolót fog kapni. Oké, okay. most mind a kettő a vízzel kapcsolatos, nézzük meg, hogy hogyan. Mi lulav gamela, málul a bijaim, ávhász karra bijaim. Új díl, a szokamáim gamela, úrta. Oké. Ugye a lulav csokornak a négy növénye, az kifejezi ugye az esőt. Ugye tanultuk a szuka traktátusban is, hogy mind a négy növénynek különös kapcsolata van a vízhez és az esőhöz. És azért is az egyik magyarázat, hogy az, ennek a négy a lengetése, az szimbolizálja a, a, az eső, az esőért mondott imáinkat, vagy nem is az eső, azt a tényt, hogy szukott kordől el, hogy milyen lesz az eső abban az évben. Most, hogyha a, szük, a hasonlítjuk az eső kérését, akkor mikor kell kezdenünk az eső kérését, ugyanúgy, mint a lulavat, mikor kezdjük a lulavat lengetni, nem a szukott előestén, hanem a szukott, szüke, sz, szukott nappalán. Ha viszont nisuka máimhoz, a vízöntéshez hasonlítjuk, a vízöntés mikor volt, éjszaka. Éjszaka, az ünnep első éjszakáján mentek le először vizet meríteni ö, a patakhoz, é, akkor azt jelenti, hogy az eső említésére is már éjszaka sor kéne, hogy kerüljön. <kül> é, mi niszok a májmi gameló, mám niszok a ha a, vízmenítés vízmerítés estétől van, akkor ez is estétől van, de amár már, mint haszom, mint a filmben lájla, ahogy tanultuk, hogy azt tanultuk egy rájtában, hogy mint haszom, min hogy meg kell hozni az öntéseit az áldozatoknak, és a hozájuk hozzájuk tartozó liszt adalékot, ezt még akár éjszaka is meg lehet hozni. Áfasz karamba és hogyha ezt éjszaka is lehet, akkor az eső említése, ha innen van véve, akkor az esőt is éjszaka már az esti imában kell említeni. Tehát akkor hogyan kell említeni, Rabbi Lezer szerint? Nappaltól, vagy már az előző éjszakától? Ha a lulához hasonlítjuk, akkor nappaltól, ha a niszucha a vízöntéshez, akkor az előző éjszakától. Tasmáda, a biába, Lezer, lulav. De Bau azt mondta, egy brájtában, hogy Brájtában, Lezer a Lulafhoz hasonlítja. Ika de Amri, Amra, Bau, Gamra, Gamri, La. Ika dámri Amri, Mesz shmila. Mesz Honnan vett ezt a Bau? Egyesek szerint ez kikövetkeztette, mások szerint egy hagyományból maradt fönn neki, hogy így szólt a tanítás. Mesz shmila. Smi, Máj híre, Tanya, Mémon, Szájmaszkénálak, Samim, lezer Lezer, Mi, Sászna, lesz Lulaf. Jesuai, mi és mi az a Mi az a hagyomány, amiben ez a tanítás konkrétan így marad fenn, hogy a lulához hasonlította, ami lezer az esőt, most jönni fog egy hosszú rajta, ami tulajdonképpen elmondja azt a vitát is, amit a Misnában olvastunk, nem lezer semmi soha között, csak sokkal részletesebben, és ebből a részletességből ki fog derülni nagyon hamar, hogy Rebbi Lezer a lulához hasonlította az eső említését. De tánya, hogy tanultuk. Mely ma szájmaszkénél legsami, honnantól fogva kezdjük említeni az esőt. Rám lezer, háztat De azt mondja, hogy onnantól fogva, hogy a lulábot elkezdjük lengetni. Látjuk, már is megvan a habcs kapcsolat. De mi is is hasz? Nem is azt, hogy nem, onnantól fogva, hogy leraktuk a lulábot. Magyarul a, a szukat után, és minnyiát szerettől kell kezdeni. Amerre mi lezer, haid, árba minim, Ábesz minim én nem baj, én a máj, sem sárban a Laló, ilyen baj, máj, sem, bilai máj. Azt mondta, hogy lezer csak ez a négy növény azért jön, hogy legyen eső a világon. És ennek a négy növénynek nem lenne lehetősége kinőni, ha nem kapna vizet, nem kapna esőt, ugyanígy szimbolizálja azt, hogy az egész világ nem tud megélni eső és víz nélkül akkor ezért onnantól fogva kell említeni az esőt, hogy ezeket a növényeket elkezdjük lengetni. Amelaj, Rabbi Shua, Valaik, Sami, Bechage, innen a Simonklad, erre azt mondta csak úgy, mint a Misnánkban, várját csak. De hát az eső az ünnep alatt az egy átok, ott ülünk a sátorban, most elkezd az eső az egy átok. Amelaj, Rabbi le a Martin, Lissé, Lea Haskil, és azt mondta neki, oké, okay. Én nem azt mondtam, hogy kérjük az esőt, de említsük az esőt. Ugyanúgy, ahogy említjük, sem sem azt hiszem, a Maszkir Kalasana Kula, én Kiring Vörösök Samim én Ugyanúgy, ahogy a, a, halottak föltámadását is egész évben említjük, ettől nem azt mondom, hogy minden nap föltámadnak a föltámadnak halottak, ha majd föltámadnak, föltámadnak ettől még az Isten dicsőítésében, a másik áldásban említjük a halottak föltámadásának eh, csodáját. Ugyanígy említjük az esőt is. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön kérjük is az esőt. Fichach, imba, le, haszkér, e kalasun, a maszkir, És ezért tudod mit? Ha akarod, egészében lehet említeni az esőt is. Magyarul ez egy olyan részlet, ami a mi mistánkban nincs benne. A mistánk csak azzal fejeződött be, hogy mi soha megkérdezte tőle, várjál csak, hát akkor miért nem említjük egészében? Ő most itt elébe megy, azt mondja, tudod mit? Egészében lehet említeni, akarod. De mert ő ní, misás, mafsik, le sajla, kár mafsik, las Most a Brajtában van két további vélemény, amit a, a mistában nem olvastunk. És az egyik az Rebi. Rebi azt mondta, Ő ní, misás, mafsik, le sajla, kár mafsik, Én nem értek veled egyet, hogy egész évben lehet említeni mert szerintem, amikor abba adjuk kérni, tehát Pészakkor, akkor abba adjuk említeni is. De mi be Mösszeira imel, be be Maskin. Rabbi még egy vélemény, aki nem szerepelt a misnákban, ő azt mondta, ugye a mi misnákban az volt, mi Lezer azt mondta, hogy az első, ünnep első napjától, szukott első napjától, Rabbi Shua azt mondta, hogy Sminiát szerettől, az ünnep utáni ünneptől, tehát a szukott utáni ünneptől. De mi be azt mondja,

és ez jött hozzá Rebbi aki meg van említve a mimistákban is, aki azt mondja, hogy, de, hogy a a véleménye szerint, aki szerint Sminyát szeretkol kezdjük, kezdjük, kérni az esőt. Hogy kell ezt csinálni? Hogy a sáhrizban még a, a nyárit mondjuk, még az harmatot említjük, a muszában kezdjük említeni a, az esőt, és Pészakhoz, amikor elérünk, akkor a sáhrizban még említjük az esőt, és a muszában váltunk át a harmatra. Oké, okay, bárhogy is legyen, Térjünk vissza a vitának, a Lezer és Rabbi közötti vitának, ahhoz a részéhez, amikor Rabbi Lezer azt mondta Rabbi mit vacakolsz azon, hogy az eső nem jó a szukottkor? Nem azt mondtam, hogy kérjük esőt, hanem említsük. És tudod mit? Ha akkor az egész évben lehet említeni az esőt. Miért? Mert látom azt, hogy egész évben kérem a triasza a halottak föltámadását. Nem azért, mert minden nap fölkelnek a halottak, מי תפעל לעשות את זה, רבי יהושע? שפיר קמת לבלוזר לרבי יהושע. תראה, גוטו נקרא זה ג'ו ערב. עומר, לאחור רבי יהושע, רבי שלא מתחיל לסמייסים מאסקת כדאי כולי יום לזמן נהיו, אלא כשם עם כל אימא דאסין זמן נהי. דאסין זמן נהי, ואות נעי יוצר ניסה ויעודו כשם עם נסים עם כלל ההם. על סנייניהם, רבי יהושע אספעל לעשות את זה, מי זה רבי אסירס? A triasza mesin, a halottak minden nap említjük. Nem azért, mert minden nap van halottak hanem azért, mert minden nap alkalmas lenne rá, hogy legyen halottak föltámadása. A messiás bármikor eljöhet, és bármikor felkelhetnek, a halottak. Viszont az eső, az nem minden nap alkalmas, az nem minden nap jó. Tudjuk azt, hogy csak ak tényleg akkor, bármikor leesik az eső, az jó, ez nincs így. Hogy tanultuk a mistában, Jaca Nisza Jarduk, Samim Simen kladai. hogyha már vége a Nisza hónapnak, és még mindig elered az eső, akkor az egy átoknak a jeles, nem már a Löjk Cír itt Hitim Hajjaj, ahogy eh, olvassuk, hogy eh, Sámuel könyvében, hogy eh, hogy Sámuel profét, amikor mérges volt a népre, hogy királyt akarnak maguknak választani, akkor azt mondta, bár most az aratás ideje van, nyár van, én mégis esőt fogok nektek lehozni, hogy lássátok a profétának az erejét, de és annak el, hogy nem jó most az eső, én lehozom nektek az esőt. Ugye, amiből látjuk, hogy egy, az eső nem mindig jó. Ö, tehát akkor ez volt Rebi a válasza Rebi Lezernek, hogy nem igaz az, hogy bár attól még, hogy mert bármikor, mi, hogy mindig megemlítjük az, a halottak feltárását, akkor ugyanígy mindig meg lehet említeni az esőt, mert a halottak feltárása bármikor jó lehet. Az eső az nem bármikor jó. Oké, most nézzük meg a Brájtának azt a részét, ahol Rebi Hudabem széra azt mondta, hogy az esőt, ugye egy külön véleményem, mert Mistában nincs megemlítve, hogy az esőt azt a ünnep második napjától kezdjük, és van egy még egy véleményem, ami ki van, aki azt mondta, hogy az esőt az ünnep

Uh, kell egy kis kitérőt tennünk. Ugye a szukoti áldozatokról résztesen tanultunk a szukás traktátusban. Ugye tudjuk azt, hogy szukottkor uh, minden nap számos áldozatot hoztunk, de volt egy áldozat sor, ami ugye minden nap változott. Uh, 13 üszővel kezdtük, 13 üssző az első nap, 12 a második nap, 11 a harmadik nap. Uh, ugye ez a 70 áldozat ami összesen 70 üsző, bocsánat, a hét nap, az ünnep hét napja alatt, ami kifejezi a 70 népet, az egész emberiségért, az egész világért, hozzuk ezeket az áldozatokat. És itt a Tóra nagyon részletesen leírja minden napnak az áldozatait, ami csak apróságban változik, abban, hogy az üszőknek mennyi a szám, de az összes többi része az áldozatnak az ugyanaz. És minden áldozat mellé úgy fejezi be, hogy és meghozták ezeket az áldozatokat, kosokat, kecskéket, üszőket, mit tudom én, és mint hasza veniszkejem, vönszakeo, és a hozzá tartozó, minden áldozatot tartozó lisztázatot és öntést. Most ugye tudjuk azt, hogy az öntés az mindig bor. Ezt a tóra máshol, minden áldozat mellé kellett az oltár talapzatára önteni bort. Itt viszont furcsa módon ebben a hétszer elismételt szövegben három helyen megváltozik az öntés kifejezés. Az egyik helyen normálisan mindig az a kifejezés, hogy miniszka és az öntése. De az egyik helyen méghozzá az ünnep második napján azt mondja, veniszkéhem és az öntéseik. A hatodik napon azt mondja, unasszocheo és az öntései. És a harba, és a, 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 a hetedik nap azt mondja, Kemispatam annak törvényei szerint. És így a változás, a, a szöveg az végig ugyanaz, de ezen a három helyen a változás, az három betűben változik, egy mem, egy jud és egy mem. Ebből a három betűből kijön a MÁIM a víz szó, és a rabbik ide vezették vissza azt a hagyományt, hogy ilyenkor nem csak bor, hanem vízöntés is van. Innen jön az egész vízöntés ünnepe, ugye az, hogy a rabbik ennyire eh, nagy hangsúlyt tettek rá, az azért is volt, mert a rabbinikus hagyományt akarták ezzel megerősíteni, szemben azokkal a adaceusokkal, más szektákkal, akik elvetették a rabinikus hagyományt, bármi is legyen a tórának a szövegének az a, ezek a változásai a második nap, a hatodik nap és a hetedik nap vannak. És azt mondja, judób, miért éppen a második nap vált át a szöveg, és jelenik meg a membetű, ami a máim, a vízszónak az első betűje, azért, mert még valamit akar nekünk a tóra ezzel Utalni méghozzá azt, hogy a második nap kell elkezdeni említeni az esőt. Szép. Mit mond abja kiva? De abja kiva, hogy -e be sissibe hágumászkén. De kiva azt mondja, hogy szerintem az ünnep hatodik napján kell elkezdeni említeni az elsőt. Miért? És nem már be sissibe a Szehea, és né és szuchimak, azt mondom, hogy fáberekhodni, ő honnan veszi ezt? Mert ugye a hatodik napon az van írva, ott is ugye az első változás a második napon van, a második változás a hatodik napon van, és a hatodik napi változás az az, hogy és öntései. Mit, mit, mit mondunk? Ez az öntései, ez egy bor és egy vízöntés. Különben miért azt mondjuk, hogy bor és vízöntés? A vízöntései, a, vagy az öntései többes számban az jelenteti azt is, hogy két adag boröntés. Lématra váljod a hámra. Szóval a kremida messzeire, de, de már mája. E, azt mondja, miért? Mert ő is ennyit ért jön, hogy itt utal arra, hogy víz. Vizet kell. E, és ezért azt mondja, de hogy ez az öntései, az ugye a jutszót vonja magával, és az öntései pedig a két öntés, az azt jelenti, hogy bor és víz, és és ezért mondja, hogy a hatodik nap kell a esőt említeni. De várjunk csak. Hogyha egyetértek hogy Judomen Szérával, és szerinte is a második, a hatodik és a hetedik nap változásai a vízre utalnak, akkor miért nem az első helyen, ahol változtat a szöveg, a második napon <coughs> kezdjük említeni az esőt, csak úgy, ahogy azt mondja Judomen Széra, mondta. Szavára mi kiva, akik szív, és szére, és szív. Azt mondja, igen, jogos az, amit a Judomen Széra mond. De hol van az, ahol ö, úgy tűnik, hogy ö, két öntésről is beszél a szöveg, nem csak egyszerűen változik a szöveg, és ez bejönnek olyan betűk, amikből a végén kijön az, hogy máim, hogy víz, hanem konkrétan két öntésről is beszél a szöveg, ez a hatodik van. <kül> Um, én kicsit, és, és, ezért azt mondja, hogy a hatodik napon kell elkezdeni az első temtényt. Nem teljesen értem, az első napnak, vagy a másik napnak a változása is, a niska helyett, az öntése helyett az van, hogy öntéseik. A hem. Az is többes számban van. Nem, nem teljesen értem, hogy, hogy a, a, ilyen más, az első, a másik nap változása is elég lenne. De lehet, hogy azért, mert ott az öntéseik, azt lehetne úgy érteni, hogy az, a többes szám az összes nap öntéseire vonatkozik. És minden napon egy öntés van. Az egyetlen hely, ahol egyértelmű, hogy egy napon van több öntés, az a hatodik nap. Mert ott azt mondja, hogy a ha az öntései. Aha. És ezért ott egyértelmű, hogy azon a napon két öntés van, és ezért, mert ezen a napon egyértelmű, itt jelik meg a leghangsúlyosabban a vízöntés, annak kell, hogy a második és a hetedik nap változása is kell ahhoz, hogy kijöjjön az az, hogy máim, mégis itt jön ki a legegyértelműre a vízöntés, és ezért mondja a kiva, hogy ezen a napon kell elkezdeni az első említését. Kedves barátaim, miatt befejeznénk, csak annyit szeretnék mondani, hogy a halakha természetesen, vagy említettem, Rabbi Shuát követi, és Rabbi Hudát Rabbi Suában, Rabbi Suá véleményében, Rabbi, Rabbi Suá, aki azt mondta, hogy az ünnep Uh, utolsó, utáni napján, tehát kor kezdjük mondani az esőt, és uh, méghozzá a muszávban, és pészakkor pedig a muszában váltunk át a nyári uh, szövegre. Kedves barátaim, ideig tartott a Tánit Traktátus második lapja. Holnap reggel, szokásunkhoz szívem folytatjuk, reggel fél nyolckor, szokásos időben, szokásos helyen, Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, a viszontlátásra, viszont hallásra.